A Magyarországon egyedülálló karrierprogramot 2013-ban indították el a két város nagyvállalatai és önkormányzatai azzal a céllal, hogy a diákok megismerhessék leendő gyakorlati vagy munkahelyüket, illetve azokat az elvárásokat, amelyekkel egy-egy mérnöki, informatikusi állásra jelentkezve találkozhatnak. Persze a cégek számára is fontos a megfelelő szakember utánpótlás. Leginkább villamosmérnököket, illetve PLC mérnököket tudunk foglalkoztatni, de mivel a gyáraknak a nagy többsége folyamatosan fejlődik, így nem csak az Unilever, hanem a többi gyár is keres fiatal mérnököket, gépészmérnököket is, de logisztikai szakirányra rendelkező végzett friss diplomásokat is. Nyírbátorban fontosnak tartják, hogy megismertessék a fiatalokat azokkal a lehetőségekkel, amelyeket a város kínál számukra. Egyfelől meg tudjuk mutatni nem csak az idősebb, hanem a munkát most kereső fiatal generációnak, hogy ez a térség és ez a város nagyon sok érdekes dolgot kínál, nem csak a munkahelyeken egy előrejutási lehetőséget, hanem a városban számos olyan dolog, ami az ő jövőjük, családjuk szempontjából rendkívül hasznos. És van még egy nagyon fontos eleme ennek a programnak, ami egy előremutató dolog, ez pedig az összefogásban rejlik, hiszen meg tudják mutatni az itt a térségben működő Nyírbátorban, Mátészalkán működő vállalatok, hogy egy adott cél érdekében össze tudnak fogni. A Mátészalkai önkormányzat is igyekszik mindent megtenni azért, hogy otthon tartsa a pályakezdő fiatalokat. Célunk az, ugye, hogy egy élhetőbb várost hozzunk létre Mátészalkán, éppen ezért mindenképpen akár lakások, fiatalok lakáshoz jutási lehetőségével, akár ilyen szakmai bőrzékkel, vagy egyáltalán, mivel generációk nem szeretnénk, hogy generációk szétszakadjanak Mátészalkán, ezért nagyon szeretnénk, hogy ezek a fiatalok visszajönnének, és a szülői házhoz közel letelepedve lehetőséget tudnánk biztosítani a jövőben ezeknek a fiataloknak, hogy Mátészalkán élhető és számukra megfelelő környezetben a boldogulásukat biztosítani tudják. Ez esetben egybeesnek az önkormányzat és a nagyvállalatok céljai. Igyekszünk olyan kihívással teli pozíciókat kínálni nekik, ami arra serkenti őket, hogy minket válaszolnak. Tehát mi azokat a hallgatókat célozzuk meg, illetve a munkavállalókat, akiknek valamilyen kötődésük azért van a térségben, tehát szülők itt laknak, vagy innen származnak, és próbálunk nekik olyan perspektívát nyújtani, például külföldi kiküldetésekkel, vagy akár hosszabb külföldi munkával, és ami kielégíti azt a vágyukat is, hogy legyen valami világlátású, de ugyanakkor pedig helyhez kötöttek valamilyen szinten. A leginkább érintettek, azaz a diákok abszolút nyitottan, érdeklődően járták végig a 6 nyitott gyárat. Az eddigi benyomásaim nagyon jók, nagyon sokszínű ez a bemutató, nagyon sok mindent megtekinthetünk, nagyon sok kérdésre válaszolnak. Betekintést nyerhet bárki az itt végzett munkában, és a jövőnket tekintve is ez egy nagyon fontos, és egy nagyon hasznosnak tartom ezt a lehetőséget, hogy a hallgatók eljöhetnek, és saját szemeikkel láthatják ezt a munkafolyamatot, ezt a műveletet, amelyet folytatnak a cégekben. A rendezvény zárásaként a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdaedző Kemény Dénes a karrierépítésben jól hasznosítható tanácsokkal látta el a pályájukat tervező fiatalokat.